Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkeddel. Ezen a szép estén, városunk fogadalmi ünnepén, a Szentmisén, amelyen emlékezünk, hálát adunk és Isten kegyelméért könyörgünk, szeretettel köszöntöm a főtisztelendő kanonok urakat, a káptalan tagjait, testvéreimet az oltár szolgálatában, közöttük is kiemelten dr. Franz Kaspar kanonok urat, aki Németországból jön el hozzánk évről évre, hogy velünk együtt imádkozzon, és hogy segítse Szent István királynak emlékét őrző egyházmegyénket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Fejér megye közgyűlésének elnökét, alelnökeit, Székesfehérvár polgármesterét és alpolgármestereit, a kormány megbízott urat és munkatársait, a kormányhivatal és járási hivatal vezetőit, országgyűlési képviselő urat, megyei és városi képviselő hölgyeket és urakat, a honvédség, rendőrség, katasztrófavédelem megyei és városi vezetőit, a megyei és város közintézményeinek, egyházi intézményeinek és társadalmi szervezeteinek vezetőit és képviselőit, a történelmi vitézi rend, a lovagrendek vezetőit és tagjait, köszöntöm a cserkészeket, a Szent Imre és a Szent István gimnázium tanulóit, pedagógusait, a Székesegyházban erre az ünnepi szentmisére, liturgiára megjelent kedves híveket, és természetesen mindazokat, akik a televízión, a Fehérvár TV adásán keresztül kapcsolódnak bele a mi imádságunkba, és alkotnak velünk lelki közösséget. Szent István királyt idéztük, és érezzük, mint egy Szent István király szemébe kell néznünk. Itt van ő, és Szent családjának erekjéje, amely hirdeti, hogy valóban velük egy közösségben vagyunk. Méltók vagyunk erre a közösségre, a Szenttel való közösségre, aki Krisztust követte, aki életét hűségesen Krisztus követésében élte meg. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött fiad test szerint tőle szülessék. Közben járására add, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicsőségedből. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány a Krónikák első könyvéből. Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte. Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányírokkal fölszerelve, és zendítsenek hangos öröménekre. Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égő áldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. Amikor Dávid befejezte az égő és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen a hála. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt. És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, az isteni gondviselés mindent szépen elrendez. És az ember, aki képes hittel nézni az élete és a történelem dolgait, az ezt az isteni gondviselést tetten éri. Nem történik semmi. Az Isten akarata, az Isten megengedése nélkül. Semmi történik, abból mindig valami jó jöhet ki, s rajtunk múlik. Hogy ezt a jót fogadjuk el, emellé társulunk, vagy ellene mondunk, szívünket bezárjuk, eszünket makacskodásra használjuk, mint valami dulcás gyerek, félrevonulunk és elfordulunk. A mai napon arra emlékezünk, hogy Szent István király végső emberi szorultságában a hit által megtalálta az egyetlen kivezető utat, arra igent mondott, akaratát ennek az igennek a megvalósítására fordította, és Máriának ajánlott bennünket. És ezen az előesti misén dicsérjük és magasztaljuk azt a boldogságos Szűz Máriát, akit mi nagyasszonyunknak, pátronánknak, boldogasszony anyánknak hívhatunk. Őt dicsérjük, ki a mennybe vétetett. Lehetett volna István király életének vége
tavasszal, ősszel, télen, bármikor, és az Isten úgy rendezte, történjen ez nagy boldogasszony ünnepén, annak a Máriának a napján, akit ő szeretett, tisztelt, akihez imádkozott, és akinek oltalmát kérte. Szent István nagy volt, mert tudott hallgatni az isteni akaratra, elfogadta azt, és aszerint intézte életét. Mert utak nyíltak előtte is. Dönteni, választania neki is kellett, újra meg újra. Bizonyára sokan lettek volna körülötte, talán hozzá hasonlóan tehetségesek, akik inkább megmaradtak volna a régi mellett, a pogány magyarkodó szokások mellett. És mi már látjuk, vezették volna népüket, a rájuk hallgatókat a biztos pusztulásba. Mert hogy is tűrte volna meg egy keresztény Európa szívének kellős közepén egy pogányok szerint virtuskodó népet. Biztos lettek volna olyanok, akik ezt a népet értékeit fölismerve megpróbálták volna vezetni, és nem akarták volna megőrizni szuverenitását, föladták volna saját értékeit, s némi koncert, beolvasztották volna valami másik népbe, valami másik nemzetség kis tartományává lettünk volna, és idők múlásával föloldódott volna a magyar, s már a történelem könyveknek talán másfél sorában emlékeznének meg rólunk. Szent István választotta a kemény utat. Utat, amely meredek, keskeny, amely fölfelé visz. Választotta a hitnek az útját, a nemzet megtartásának útját, egy utat, amelyen ezt a nemzetet gazdagította sajátos kultúrával, mely értéket teremtett minden ember számára. Szeretett testvéreim, nekünk, akik mindig a küzdelemben vagyunk, nem azért, mert szeretünk küzdeni, talán mondják ezt rólunk, de miért ne élnénk mi mindig békében, örömben, vidáman, de hisz rákényszerítenek, mert nem hagyhatjuk, mert nem engedhetjük az Istentől és a múltunkból ránk bízott, örökségül ránk hagyott igazságot. Nekünk, akik annyi küzdelemben viaskodunk, nekünk kell, hogy a szívünket és a lelkünket, legalább az esztendőnek ezekben a neves, különleges napjaiban eltöltse az öröm, a büszkeség, a hálaadás, hogy új erőre találjunk az örömben, és megújult lélekkel induljunk el a Szent Király és a többi magyar szent nyomán a jövő felé. Sokat kérünk, mert szükségünk van Isten kegyelmére. Olykor bűneink bocsánatáért is könyörgünk, mert hányszor tévedünk. Hányszor vagyunk gyengék, és rosszul választunk, rosszul döntünk. Sokszor imádkozunk a mai napért, talán a jövőért. De hányszor tesszük ezt? Igazán örvendező szívvel, igazán hálatelt lélekkel, az örömben megújuló keresztény hittel. Amikor
az ország fölajánlásának ünnepét üljük. Kérjük ne csak Szent Istvánt, de kérjük a boldogságos Szűz Máriát, nagyasszonyunkat, imádkozzon értünk, hogy minden nap büszkék legyünk magyarságunkra, melyek szentek unokáiként kell megélnünk, legyünk büszkék múltunkra, mely annyiszor védte a szent hitet, legyünk büszkék arra, amit adtunk a világnak, kultúránkra. Így őrizzük családjainkat, így őrizzük a hamis igéktől a fiatalokat, így legyen bátorságunk mindig kiállni amellett, amiért éppen Szent István unokáiként felelősek vagyunk, amellett, ami ránk bizatott. Ha nem csak fogunkat vicsorítva, erőfeszítéssel küzdködünk, hanem tudva, kik vagyunk, tudva, mi van mögöttünk, vállalva a jelen harcait, bízva a jövőben, hittel tesszük ezt, bizonyos, hogy az, amiért felelősek vagyunk, megvalósul, megmarad, s mint a múltban, a jelenben és a jövőben is életet ad nekünk. Ennek az életnek az öröme, ennek az életnek az ereje legyen mindig velünk. Ezt soha senkinek semmiért ne engedjük csorbítani. Ez Isten ajándéka, mert az élet ura ő, és ő adta nekünk ezt az életet. Ő segítse bennünk ennek az életnek tanúságtevő megélését mindennapokban, döntéseinkben és választásainkban, a jóért, a hitért való küzdelmeinkben, és a családunk körében megélt örömeinkben egyaránt. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet,
a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos szent szűz test szerinti megdicsőüléséből. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennybe felvett szűzanyát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el ezt az engesztelő és dicsőítő áldozatot, amelyet nagy boldogasszony ünnepén neked bemutatunk, hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk, és folytonos hálaadásra buzduljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert ezen a napon az Isten szülő szűzet fölvetted a mennybe,
Így ő lett egyházad megdicsőülésének kezdete és példája, zarándok néped vigasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal,
elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, jegyesével Szent Józseffel, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal, boldog Gizellával, Imre herceggel, magyar nemzetünk boldogjaival és szentjeivel, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Testvéreim, most imádkozzuk el közösen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk. A mennyei lakoma részesei lettünk, Urunk Istenünk, add jóságosan, hogy mi, akik Isten anyjának mennybe vételét ünnepeljük, minden fenyegető rossztól megszabaduljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, hagyományunkhoz híven most Püspök Atya megújítja felajánlási imánkat. Kérek benneteket, hogy letérdelve, illetve felállva kapcsolódjunk bele ebbe az imába. Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, városunkra, légy szószólónk és közben járunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat és városunkat. Hazánk főpásztorainak nyeri segítő isteni kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk nagyasszonyunk, magyar hazánk és városunk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazat, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak. Könyörgünk nagyasszonyunk egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében, nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogad kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve, a jelen élet küzdelmei után az örökkivaló boldogságra eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Szentmise záró áldása után körmenetben visszakísérjük a Magyar Szent Család erekéit,
ugyanabban a rendben, ahogyan érkeztünk a templom felé. Kérek mindenkit a templomba, tanúságtévő hittel tegyék meg, hogy a püspöki palotáig elkísérnek bennünket. Körmenet zárása után kérem mindazokat, akik külön személyre szóló meghívót kaptak, munkatársaim vezetésével fáradjanak át a Szent István hitoktatási és művelődési házba, ahol püspök atya állófogadást fogadni. Az állófogadás püspök atya rövid köszöntőjével fog kezdődni. Szent István, a vele való találkozásunk által, égi pártfogásával és közbeni járásával bizonyára kiesdette számunkra a kegyelmet, hogy azokat az értékeket, kincseket, melyeket megpróbáltunk számba venni, vagy inkább melyekből szemezgettünk, azokat lelkünkbe befogadva tovább hordozzuk őket. Bizonyára imádkozik azért, hogy ennek a hitnek az örömével, az odaadott élet eltökéltségével legyünk képesek úgy tanúságot tenni keresztény magyarságunkról, hogy az hasson a világra, hogy annak szépségét, értékét sokan fölismerjék, és meg tudjunk maradni azon az úton, amelyen Krisztust követjük 1000 éve Szent István vezetésével. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökké! Az Úr a mi segítségünk! Aki az eget és a földet alkotta! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.